Mindjárt itt lesz számot él a pult, csak várjatok! De jó! Nagyon ott van! Na ne! Ez nem is a Behugyoztam. Mi az úristen műveltél, te tetves barom? Nyugi! Nyugi! Figyelj, vidd ki, elsimítom az ügyet a főnökkel. Ételmérgezést mondok. Hogy érted, hogy vigyem ki? Vidd a kocsihoz. Talán nem vetted észre, de képzel, törpe vagyok. Mivel épp nincs nálam emelő daru, odébb tehetnéd te, ha? Most is hasznot akarsz húzni a kiváltságos helyzetedből. Hát ez jellemző. A helyzetemből? 90 centi magas vagyok, seggarc. Egyszerű fizika. Rajzold le, hogyan vigyem ki a kocsihoz, ha? Te kis pöcs. Rajzold le, te barom! Baszott Leonardo da Vinci. Minek neveztél az előbb? Jól hallottad, spagetti zaváló köcsög a 15. századból. Feltollak a seggembe, kis táska. Igen? Nem sajog a tegnapi éjszakától? De nagy lett a szád, rövid karaj. Kitágult a feleséget pinájától. Porszívóz ki időként a késufniát, te seggfej. Aztán behugyoztam. Télapó a rénszarvasokat etet ide, siet vissza. Télapó! Télapó! Mi van? Mit csinálsz? Semmit. Ma nem dolgozol? Nem hiszem. Itt fogsz ücsörögni? Igen. Egyedül akarok lenni. Várj még egy kicsit, kölyök! Igen? Ez a levél legyen nálad. Amikor majd jön a mentő, és bedobnak a zsákba, a zsaruk is itt lesznek. Nagyon fontos, hogy a borítékot átad nekik. De mi ez? Leírtam, hogy milyen rossz voltam. Mi a fasz van a szemeddel? Köcsök! Könnyű a gyengébeket verni, mi? Hagyja végén! Kitussak szét! Kikérmét! De mi lesz már? Gyerünk! Húzzatok innen! Úgy érzem, megváltoztam. Tényleg? Kóró bulákat kúrsz? Nem erről beszélek. Szarrá vertem néhány gyereket. De jó okom volt rá. És sikerélményt adott. Úgy éreztem, valami értelmes dolgot csináltam. Elértem valamit.
Sok év terápia kell ide. Kurva sok hosszú év terápia kell neked. Tudom, nem pihálsz, és ezt jól is teszed. De ha bunyózni akarsz, a józanság hátrány lehet. Én mondjuk elég szarbunyós vagyok. De nem ütnek ki, mert nem érzek semmit. Te mindent érezni fogsz. Na jó. Most elő az öklökkel és lássuk. Te szopadsz engem! Csak egyetlen okot mondj, hogy miért tegyem meg ezt a kedvedért! Azért, mert minden nap 2000 kölyök köpköd a pofámba. Ezt az egyet kérem tőle. Komolyan, nézd rá! Gáz a csávó. Nem gáz, csak egy kicsit... Tök kretén a gyerek! Jó, ezért tanítsuk meg pár trükkre, hogy megvédhesse magát. Vagy talán félsz. A következő történt. Mondjuk, Markus meg akar verni, kitépi az alsó gatyádat. Mit csinálsz? Nem tudom. Menj már! Mi az, hogy nem tudod? Ha valaki oda megy és a nyakadba húzza az alsódat, be kell pöccenned. Ez az kölyök, légy pipa! Üvölts rá! Elől a kurva életbe. Csak vinyog, egy nyavajás kis buzi! Ordíts! Üvölts! Hangosan! Halljam! Kurd fel az agyát! Ó! Aj! Azért tökör rúgni nem értek, hülye! Hogy bánthattad? Ez egy gyerek! Kapd be, Vili! Anyádat! Semmi kedvem nincs ehhez! Mondtam! Bassza meg! Félek, hogy rossz hatással vagyok rád. Rohadt sunyi kis pöcs. Dagadj meg! Te szemét! Hagyjál!